Köszöntök mindenkit, én Kocsisen Brigitta vagyok. Újra jelentkezik a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Sok mindennel készültünk mára is, úgyhogy vágjunk bele, mutatom a részleteket. Kibu Demo Day. Bemutatkoztak az innovációs labor reménységei. E101. Mit együnk és mit ne együnk. Újszerű, innovatív, meghökkentő. A TEDx Youth Budapest konferencián jártunk. Kvarkleves. Mit főznek a részecske fizikusok? 6 hónap. Ennyi idejük volt a Talent programban résztvevő csapatoknak, hogy működőképes, bemutatásra érdemes alkalmazásokkal, programokkal álljanak elő. Vagyis eljött egy újabb Kibu Demo Day, amelyen minket leendő felhasználókat, na és persze a befektetőket próbálták meggyőzni arról, hogy az ő ötletüké a jövő. Nézzük, merre tart a technológia a fiatal magyar fejlesztők elképzeléseiben. 8 éve még az inkubátor szóról legtöbbünknek a kórházaknál hagyott árva csecsemők jutottak eszébe. Ma viszont, amikor fővárosunk a startup centrummá válás rögös útján halad, az inkubáció már egy olyan támogató környezet megteremtését jelenti, ami minden szempontból segíti az induló vállalkozásokat, pláne életciklusuk kritikus kezdeti szakaszában. A Kicsom Budapest alapvető célja, hogy a technológia, a művészet és tudomány határán újabb és újabb projekteket hozunk létre, segítsünk fiatalokat abban, hogy megvalósítsák az ötleteiket. Több éve zajlik az úgynevezett Kibu Talent program, aminek egy ilyen eseménye ez a Demo Day. Ezt minden fél évben megtartjuk, ahol bemutatjuk az elmúlt fél évnek az eredményeit, bemutatkozhatnak a csapatok, és megmutatják, hogy mind dolgoztak. Általában ezek olyan ötletek, amik fiatal 20-21 éves egyetemisták fejéből kipattannak, csapatot építenek, és utána jelentkeznek hozzánk, hogy ezt meg is tudják valósítani, és mi fél évben adunk nekik pénzt, meg tudást arra, hogy eljussanak egy prototípus szintig, vagy eljussanak egy olyan kezdeti termékig, amiből aztán fejleszthetnek vagy a piacra, vagy kulturális életben valamit. Idén már másodjára rendezték meg a népszerű Demo Day-t, ami a Kicsen Budapest Innovációs Labor tehetségeinek estje. Az eseményen az ötlet és startup inkubátorként is működő kreatív labor legfrissebb projektjei mutatkoztak be. Tulajdonképpen a Demo Day lényege kettős. Az egyik az, hogy minden csapat bemutatkozzon, tehát megmutassa, hogy mind dolgozott, mit tud, hová jutott el. A másik természetesen az, hogy ezt megmutassa a világnak. Tehát meghívjunk befektetőket, meghívjunk más tudósokat, művészeket, világban dolgozó, hozzánk hasonló kollégákat, és azt mondjuk nekik, hogy nézzétek meg, és mondjátok el a véleményeteket. Alapvetően egy olyan pénzügyi programot készítünk, aminek a keretében, vagy aminek a segítségével a felhasználók teljes képet kaphatnak a pénzügyi költéseikről, a pénzügyi történetükről, és mindezt a lehető legautomatikusabban tudják megtenni. És ezt úgy tudják végrehajtani, hogy online banki felülettel integrálva le tudjuk tölteni a netbanki felületről a teljes tranzakciótörténetüket. Ezt a teljes tranzakciótörténetet tudjuk automatikusan bekategorizálni ugyanúgy a saját fejlesztési motorral. A Talent programban résztvevő csapatoknak fél éve volt, hogy működőképes, bemutatásra érdemes alkalmazásokkal, programokkal álljanak elő. Ez az est róluk szólt, na és persze arról, hogy minket, leendő felhasználókat és befektetőket meggyőzzenek, ez a jövő. Online piackutató alkalmazást fejlesztettünk, ami a nemzetközi piacfelépésben segíti azokat a vállalkozásokat, akiknek online jelenlétük van. Az a célunk ezzel, hogy segítsük és közel hozzuk a kisebb vállalkozásokhoz is a nagyon munkaigényes SEO projekteket, és őket segítsük abban, hogy meg tudják verni azokat a konkurenseiket, akiknek akár több száz ember dolgozik azon, hogy milyen stratégiát alkossanak az online piac fellépésükhöz. A Talent program úgy épül fel, hogy kiírunk mindenfélében egy pályázatot, van egy szempontrendszerünk, általában ez a megvalósíthatóság, az ötlet eredetisége, az, hogy a csapat mennyire jó, mennyire tud együttműködni, mennyire befogadó, mennyire például tud-e angolul, mennyire tud kutatni, mennyire látja a saját piacát, ahova ezt az ötletet vagy a megvalósult dolgot majd elhelyezi. Ezeket átnézzük, utána készítünk egy shortlistet, velük csinálunk egy ilyen rövid személyes interjút, utána behívjuk őket egy kétnapos hackathonra, ami azt jelenti, hogy megérkeznek ide egyik reggel, és utána itt alvás nélkül egy-két napot dolgoznak, és akkor ennek a végén bemutatják, kell csinálnunk egy ilyen kezdeti prototípust, ami valami
nagyon egyszerű módon összeállított, működő dolog, amivel bebizonyítják, hogy ők tényleg tudják azt, hogy mi szeretnének, és meg is tudják ezt mutatni a többieknek, hogy ez hogy fog működni. Közülük választjuk ki azt az egy-két csapatot, aki aztán itt tölti velünk 5-6 hónapot. A program célja az üzleti potenciállal rendelkező ötletek felkarolása. A 6 hónapos ciklus végén a megvalósuló projektek bemutatkozhatnak a laboresten, ahol a kiállítási lehetőség mellett befektetői támogatást is szerezhetnek. A legtöbbet fejlődött és a legtöbb potenciállal rendelkező ötletek aztán tovább juthatnak a Startup programba is. A Talent program egy ötletfejlesztéssel foglalkozó program, aminek keretében ötletekből dolgozunk ki és alkotunk prototípusokat a 6 hónapos program végére. Ezzel szemben a Startup program az egy érettebb ötletekkel és érettebb fázisban lévő projektekkel foglalkozó inkubáció. Ennek az a lényege, hogy üzleti modellezésben és partnerkapcsolatokban segítjük a csapatokat, és a végére igyekszünk egy újabb befektetési kört szerezni számukra. A mi játékunk a Rite, egy virtuális valóságjáték, aminek a lényege tulajdonképpen, hogy a felhasználó az emlékeit újra felfedezhesse egy olyan környezetben, amiben a világ összes létező emlékét megtaláljuk. Több száz YouTube videót gyűjtöttünk össze az internetről, amik ilyen tulajdonképpen családi videó. Itt ilyen hétköznapi dolgokra kell gondolni, mint kutyasétáltatás, vagy gyerekzsúr és ilyen hasonló emlékek. És ezeknek a különböző elemeit, a szereplőket, a cselekményt, a hangokat, a tárgyakat, az épületeket, ezeket mind összekevertük és beletettük ebbe a játékba, ahol az a cél, hogy a felhasználók különböző ilyen impulzusokon keresztül tulajdonképpen a saját emlékeikre emlékezhessenek vissza, és ezeket kicsit így újra átdolgozhassák. A bemutatott kütyük közül biztosan lesz, ami csak érdekes kísérlet marad. De lehet, hogy egyiket-másikat már jövőre keresni fogjuk az alkalmazás áruházakban. Bárhogy is legyen, jó volt bóklászni a tehetségek között, és látni, merre tartanak a technológiai fejlesztések kis hazánkban. Vajon minden káros, ami mesterséges, és minden egészséges, ami természetes? Manapság egyre elterjedtebbek a biotermékek a bevásárlóközpontok polcain, és egyre inkább fókuszban van az egészséges táplálkozás. De mitől is kell óvakodnunk, és mi számít igazán egészségesnek? És egyáltalán mit jelentenek azok a bizonyos E-számok? A következő percekben ennek járunk utána. Az, hogy mi kerül az asztalra, minden háziasszonynak fontos, és hogy a finom ételek milyen alapanyagokból készülnek, szintén nem elhanyagolható az egészséges táplálkozás szempontjából. Rengeteg tévhit kering az interneten, a sajtóban, a tévében, rádióban, az emberek beszélik egymás között. Millió olyan tévhit van, ami nem rendelkezik tudományos alapokkal. Kezdi Lugasi Andrea, aki nemrég tartott előadást a témában a Magyar Tudományos Akadémián, ahol az adalékanyagokról és tartósítószerekről is beszélt. Azt rögtön az elején le kell szögeznem, hogy az adalékanyagok között nincsenek rákkeltők. Pontosabban fogalmazva, abban a mennyiségben és abban az élelmiszer környezetben, ahol a használatuk engedélyezett, ott nem okoznak rákot és semmilyen más megbetegedést. Természetesen, mint minden anyag, ugye okozhatnak egészségkárosodást nagy mennyiségben, de ezt mindenről tudjuk. Tudjuk a vízről, tudjuk a kenyérről, és így tovább. Tehát ha sokat fogyasztunk, persze akkor lehetnek mellékhatások. Az tény, hogy nem egyforma mennyiséget kell a különböző adalékanyagokból használnunk, mert másképp hatnak a szervezetünkre, ugye ezt hivatottak megvizsgálni azok az állatkísérletek. A biotermesztés vagy tenyésztés során a növényvédőszerek vagy vegyszerek használata kizárt, így vitathatatlan tény, hogy ezek az ételek egészségesek, hiszen elfogyasztásukkor nem vagy csak nagyon kis mennyiségben jut a szervezetbe szennyező anyag. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a nem biomódon termelt élelmiszerekben sem lehet az úgynevezett határérték fölötti koncentrációban a különböző vegyi anyagoknak a szintje. Tehát mind a kettőre igaz, hogy határérték alatt van, csak nem mindegy, hogy mennyivel. Biokolbász, biomangalica, biozsír.
Ezen a budapesti ökopiacon minden megtalálható. Ám ezeknek az élelmiszereknek szigorú feltételeknek kell megfelelniük, hogy ezt a címet megkaphassák. Ökogazdaságból kell, hogy származon az állat, illetve egyszerre kell ez egész állományt átállítani, és akkor annak a típusától függően, tehát kiskérődző, nagytestű kérődző lovak, különféle átállási időkkel kell számolni, amíg a szervezetük kvázi megtisztul azoktól az anyagoktól, amit egyébként a konvencionális állattenyésztésbe tarthatnak, illetve alkalmazhatnak, és átáll arra tartási körülményekre. De ettől még mindig nem lesz önmagában öko, csak az élő állat. És a hús maga akkor lesz öko, hogyha a vágás során és a feldolgozás során is csak az engedélyezett adalékanyagokat használják. Mind a mellett, hogy ellenőrzött helyről származik a hús, még keletkezhetnek benne káros anyagok. Vannak olyan élelmiszer, illetve étel készítési eljárások, amelyek során bizonyos anyagok keletkeznek az élelmiszerekben, amelyek kedvezőtlen élettani hatással bírnak. Például a magas hőmérsékleten történő hőkezelés, mondjuk a húsok esetében, amikor grillezzük, vagy a barbecue partinál előállított egyébként nagyon finom élelmiszereknél bizony keletkezhetnek ilyen anyagok. Így tehát a vásárlás mellett az elkészítésre is oda kell figyelni. Mindezek után Antal Emese dietetikus segítségét kértük egy egészséges vasárnapi menü összeállításában, aki könnyen elkészíthető előételként sütőtök krémlevest javasol nekünk. Nyilván amit vehetünk, az sütőtök, hagyma, egy kis olaj, gyömbér, és attól függ, hogy mennyire édes a sütőtök, akkor mondjuk egy kis mézzel is édesíthetjük. A szakember szerint hasznos, ha a szezonalitásnak megfelelő alapanyagokból főzünk, mert azok tápanyagban gazdagabbak és olcsóbbak is. Egy főétkezés, egy ebédnél, egy hétvégi ebédnél próbáljuk, hogy akár mind a négy élelmiszercsoportból legyen a különböző ételekbe, tehát ugyanúgy fogyasszunk valami gabonafélét, zöldséget, gyümölcsöt, és akkor nyilván valami tej-tej terméket, vagy hús-hús készítményt. Második fogásként Antal Emese halat választ barna rizssel és savanyúsággal. Nagyon jó lenne, hogyha több halat fogyasztanánk olyan heti 1-3 alkalommal. Nagyon sokan óckodnak még mindig az a mély fagyasztott dolgoktól. Itt az a lényeg, hogy a kiolvasztással, az ételkészítéssel nagyon sokat árthatunk, vagy használhatunk is. Azt mondja, ezek az ételek is lehetnek jók, csak oda kell figyelni, miből mennyit tartalmaznak. Azt el kell mondani, hogy az, hogy mi lehet, melyik elszám, melyik adalékanyag lehet egy termékben, ezt az EFSA, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság is szabályozza. Tehát az, hogy melyek azok az adalékanyagok, és mekkora az a mennyiség, amit bizonyos termékekhez be lehet tenni. Tehát nem kell ezektől félni. Az a legjobb nyilván, hogyha frisset választunk, de hogyha nincs időnk, akkor összehasonlíthatjuk a termékeket, hogy melyiken eleve mi mit tartalmaz, és mennyi elszámot látunk rajta, és akkor választjuk a kevesebbet. Az egészséges táplálkozás tehát csak odafigyelés és tudatosság kérdése. A népszerű TED konferenciák és videók világszerte egyet jelentenek az újszerű, innovatív gondolkodásmóddal. A mozgalom fiatalokat tömörítő platformja a TEDx Youth, amelynek eseményein a szó világszerte azoké a fiataloké, akikre érdemes odafigyelni, akik kitűnnek kortársaik közül, és mondani valójuk van a világ számára. Régebbi nézőink tudják, hogy rendszeresen beszámolunk az évenkénti budapesti TEDx Youth konferenciáról, így idén is ellátogattunk a rendezvényre. Ideas were spreading, azaz terjesztésre érdemes gondolatok. Valahogyan így hangzik magyarul a TED konferenciák jelmondata, amelyek 1984 óta hódítják a világ gondolkodni, fejleszteni, álmodni szerető nézőit és résztvevőit. TED maga egy betűszó, Technology Entertainment Design, azaz technológia, szórakoztatás és design együttállásából jött létre. Nagyjából 30 évvel ezelőtt indult egy konferencia sorozat,
ami igazából az elit gondolkodókat, azokat az innovatív embereket hívta össze egy konferenciára, akik meg tudták mondani, hogy mi lesz a jövő, mi történik a következő évben, évtizedekben. Az első konferenciát egy amerikai non-profit alapítvány szervezte, és eredetileg egyszeri eseménynek szánta. Sikerét látva azóta évente rendeznek TED-eket az Egyesült Államok mellett Európában és Ázsiában is. Népszerű videói pedig ellepték a világot. A legnagyobb tudás megosztó platformá vált a TED. Gyakorlatilag minden nap új 15-18 perces videók kerülnek fel egy-egy területről, ez az élet minden területén, ahogy a betűszó is mutatta, igyekeztek egy sokszínű platformot teremteni, ahol az orvostudománytól, a dizájnon át, a legújabb űrtechnológiáktól, az idegkutatásig mindenféle téma megtalálható, természetesen a művészetekkel együtt. Jelenleg 4 magyarországi független szervezésű, a TED elveit és szellemiségét követő eseményt tartanak, melyek nevei a TEDx előtagot kapták. Ilyen a TEDx Youth Budapest is, ahol 30 alatti fiatalok mutatják be újító ötleteiket, változatos nézőpontjaikat a világról, nem csak fiataloknak. A rendezvény előtt már fél évvel kezdődik a pályázás az előadói és a nézői helyekre. Az előadók gyakorlatilag amiután beadják a pályázataikat, hogy szeretnének előadni a TEDx Youth Budapesten, egy többkörös kiválasztáson esnek át tulajdonképpen, minden pályázatot elolvasunk, utána a főszervezők, illetve a konferencia kurátorai tulajdonképpen behívnak egy nagyobb csoportot beszélgetni velük, és még azokból választják ki azokat az embereket, akiket szeretnének a konferencián látni. A legutóbbi téma az élet logikája volt, amelyről 19 fiatal beszélt. A fiatalokat kócsok, trénerek segítik a felkészülésben, hiszen a 15-18 perces prezentációt élőben közvetítik, így a közel 500 jelenlévőn túl rögtön több ezren látják. Az ideális előadás dramaturgiailag átgondolt, rövid, mégis széles látókörű, inspiratív és határokon átívelő. Mindig szoktunk a különböző blokkok között hosszabb szüneteket tartani, akár egy órás szüneteket is, hogy tényleg legyen lehetősége az embereknek ismerkedni, és ez segíti egyébként az is, hogy a konferencia résztvevők egy olyan névkártyát, badge-et kapnak, amire mindenkinek fel kell tüntetnie 3 olyan szót, amiről, vagy 3 olyan témát, amiről szívesen beszélget bárkivel. És ezzel is azt próbáljuk erősíteni, hogy tényleg nyugodtan bárki oda mehet bárkihez, és rákérdezhet arra, hogy te miért szeretnél Harry Potterről beszélgetni, vagy bármiről, ami oda van írva a névkártyájára. Exponenciális hullámvasút, börtönjóga, alkotókölcsönhatás, kreatív falatkák, vagy digitális illúziók. Néhány cím a legutóbbi előadásokból, amelyek már visszanézhetőek a TEDx Youth honlapján a 2016-os következő konferenciáig. Tudják önök, hogy milyen a kvarkleves? Nem, ne is mondják, hogy tudják, mert ezt ma még senki sem tudhatja. Pedig több ezren dolgoznak rajta szerte a nagyvilágban. A kvarkleves kifejezést a részecske fizikusok találták ki. A világ keletkezésekor egykor volt ősanyagot hívják így, amelyet ma laboratóriumi körülmények között szeretnének reprodukálni. És talán mondanom sem kell, de a projektben szép számmal dolgoznak magyar kutatók is. CERN, Genf, részecske fizika. A világ legnagyobb részecske fizikai laboratóriuma valahol Svájc és Franciaország határán található, kerülete 27 kilométer. Aki a genfi repülőtérre érkezik, talán nem is tudja, hogy a lába alatt 100 méterrel egy olyan alagútrendszer húzódik, amelynek nincs párja a világon. Létrehozása eurómilliárdokba került, és kizárólag a tudomány szempontjait szolgálja. Ez a részecske fizikusok paradicsoma, és elmondhatjuk, hogy ez a fantasztikus emberalkotta létesítmény a miénk magyaroké, vagy inkább úgy kéne mondani, a miénk is. Hisz Magyarország is a CERN, vagyis az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet tagja 1992. június 26-a óta. Ebben a föld alatti alagútrendszerben elemi részecskéket ütköztetnek, és detektorok segítségével azt vizsgálják, hogy az ütközések nyomán milyen, még kisebb elemi részecskék jönnek létre a másodperc tört ezred része alatt. Az ALIS kísérlet,
az a CERN egyik óriás detektora közül az egyik. A három nagy óriás detektor van, a CMS, az Atlas és az ALISA harmadik. Ebből a CMS és az Atlas elsősorban az elemi építőkövek kutatásával foglalkozik, az, amely a világunkat fölépíti, a nemrégiben Nobel-díjjal jutalmazott Higgs bozon. Az ALISA kísérlet célja eljutni az ősrobbanásig. Hogy mi is ez az anyag, amit keresünk, és hogy hogyan keressük, hát erre egy példát lehetne mondani. Nagy energiás, nagy impulzusú részecskék gyorsan mennek a részecske gyorsítóban, és ezeket ütköztetjük. Az ütközés során a mozgási energia az belső energiává alakul. Ez ugyanaz a történet, mint mondjuk amikor két autó összeütközik, a mozgási energia egy frontális ütközésnél látható nyomot hagy, jól összenyomódik az autó eleje, vagy letörnek a dolgok. Ha csak periférikusan kicsit ütköznek, akkor csak itt-ott letörik belőlük egy darab. De az igazi impact, az igazi nagy energiás, nagy belső energiával járó változás akkor történik, amikor frontális ütközés van. Kicsit ehhez hasonlít, amit mi csinálunk, hogy két atommagot ütköztetünk össze frontálisan. A két frontálisan ütköztetett atommag az nagyon nagy energiát tud ott egy viszonylag nagy mérhető térfogatban összehozni, és akkor ebben megkeletkezhet ez az anyag. Ha tudnánk, milyen volt és hogyan jött létre ez az anyag, akkor többet tudnánk az ősrobbanásról is, amely a ma létező világunk kialakulásához vezetett. A CERN-ben zajló kísérletek egyike sem egyszerű, mert senki ne gondoljon arra, hogy két anyag ütköztetése után csak össze kell söpörni a cserepeket és megnézni, mit találunk. Itt az ütközés után csak ezred másodpercekig marad meg a keresett anyag szerkezet. Hát a dolog ennél kicsit bonyolultabb. A CERN-es kísérleteknek az egyik iránya az, ami az új részecskék, az új fizika iránti kutatási terület. Ott általában viszonylag minél egyszerűbb részecskéket ütköztetnek. Itt a nagy hadron ütköztető, vagyis az LHC ütközései során a legegyszerűbb dolog, amit tudnak ütköztetni, azok protonok. Proton-proton ütközésekben keressük például Higgs részecskéket. Viszonylag könnyű, mert kicsi a háttér. Egy proton három karból épül föl. Három-három kark összeütközik, és abból keletkeznek ezek a részecskék. A háttér kicsi. Az ALISA kísérlet, amelyben Barnaföldi Gergely Gábor és csoportja is közreműködik, egy kicsit más. Nekünk nem egy-egy részecskét kell megtalálni, hanem azt az anyagot előállítani, ami az univerzum kezdő állapotai vagy kezdő pillanataiban volt jelen. Minél nagyobb térfogatot szeretnénk előállítani, ezért mi atommag-atommag ütközéseket fogunk csinálni. Tehát lehetőleg minél nagyobb stabil atommagokat, ez a nagy hadron ütköztető esetében ólomatommagokat jelent, de van olyan kísérlet az Egyesült Államokban, ahol aranyatommagokat vagy urániumot ütköztetnek össze. Hogyan lehet mindezt elképzelni? Mint két palacsintát, amelyek a levegőben teljes felületükkel találkoznak. És hogy ez a két palacsinta egymáson átlapul, hogy elég nagy térfogatban, elég nagy energiasűrűséget tudunk össze nyomni ahhoz, hogy ebből egy viszonylag nagy térfogatú speciális anyag alakulhasson ki. Ez a hétköznapi életben ez az anyag nincsen, illetve volt, hát amikor az univerzum született utána néhány mikromásodpercig, de aztán elmúlt. Most, ha ezekből elég sok van egy helyen, és elég nagy térfogata van ahhoz, hogy a tágulás során ugye összeütközik egy idő után, szóródik szét, és van idő arra, hogy termalizáljon, hogy valamennyire kicserélődjön, kiegyensúlyozódjon az energia ebben a rendszerben, akkor egy termalizált színes állapotot kaphatunk, és ez az állapot a 2000-es években bizonyítást nyert, hogy ez ugyanaz az állapot, ami az ősrobbanás korai pillanatában előkerül, a quark-gluon plazma, amit így quark levesnek szoktunk becézni így magunk között, mert ténylegesen a quarkok és gluonoknak az elegye, ami egy darabig él itt, azonban ahogy tágul és hűl, visszaalakul, a folyamatot úgy hívjuk, hogy hadronizáció, újra hadronok, tehát a minket fölépítő részecskékké alakul, szintelen részecskékké alakul ez az egész, ahogy eltávolodik ettől a ponttól, és ezek azok, amiket aztán tudunk detektálni. Hogy mikorra ismerhető meg az áhított kvarkleves, vagyis az ősanyag, azt senki nem tudja. De nagyon sok ember éjjel-nappal dolgozik rajta, a tudományos kutatás meghatározott menetrendje szerint. Itt nem egyéni feltalálók működnek, hanem egy közösség, ahol a cél mindenkinél ugyanaz.
hogy egy hajós hasonlattal éljünk. Az Alice kísérlet nem a kétárbócos vitorlás, hanem az atommeghajtású repülőgép anyahajó. Ez egy hatalmas gépezet, úgy, mint egy hajó. Ezt irányítani kell, vezetni kell, menedzselni kell, ebédet kell adni az embereknek. és mindennapos munkák vannak vele, tehát itt sok ember dolgozik. 1000 és 2000 között szokott mozogni az óriás detektoroknál a résztvevő kutatók és mérnökök száma. Az Alice kísérletben jelenleg 1200 fő van regisztrálva. Ebből olyan 25-30 az, aki magyar, és a magyar Alice csoporton keresztül van benne ebbe a munkába. Ezek azért nem tudok pontos számot mondani, mert ez ingadozik a éppen résztvevő diákok számának köszönhetően. Szerencsére nagyon sok fiatal diák, MSC és PhD-s hallgató van, aki ebbe a munkába részt vesz, tehát van jövője az egésznek. Mai műsorunk véget ér, de jövő szombaton újra várom Önöket. Adásainkat természetesen addig is visszanézhetik a Duna TV videótárában, vagy a www.novumtv.hu oldalon. Érdemes lájkolni a Facebook oldalunkat is, ahol már hétközben eláruljuk, mivel készülünk szombatra. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig várjuk e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én már a szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.